Nincs annál szebb látvány szerintem, amikor a mezőny a rajtnál felsorakozik és elindul. A kék szalag a Vitorlás Szövetség számára egy rendkívül fontos esemény, hiszen az országban ezt az eseményünket, ezt a vitorlás versenyt azt gondolom, hogy most már mindenki ismeri, és sportág népszerűsítési szempontból rendkívül fontos. Személyesen hagyj köszönjem meg, hogy most már tényleg 6. éve itt állhatok, és hagyj köszönjem meg 3 másik szponzornak, akik lehetővé tették, hogy ez a verseny minden évben megújul. Nem tudom, gondolom közületek is sokan néztétek a közvetítést, a trackert, a streaminget, ami nem lehetett volna lehetséges a Telekom, a Széchenyi Győri Egyetem és a Samsung stúdió nélkül. Nagyot lépett a kék szalag előre. Átadjuk azokat a felvételeket 12 darab kameráról, amelyeket kísérő motoros hajókról, drónokról és a parti kamerákról fogunk fölvenni a versenyről. Odáig jutottunk az egy darab megjelenítőből, hogy egy komplett stábbal megérkeztünk, és akkor gyakorlatilag azóta ez az online élő közvetítés ez zajlik. Szívem csücske a kék szalag. Nagyon sokszor mondom azt, hogy utálom, de mégis imádom. Én egyébként nagyon szeretem, amikor változatos körülmények vannak. Akármennyire is frusztráló ez, amikor ott állunk a limányba, és 6. helyre visszaestünk, azt hiszem ott Földvárnál. Aztán kaptunk egy új lehetőséget, és boldogok vagyunk, hogy nyertünk. Nem volt szélmentes versenyünk, széllel indult, volt egy kis szünet közben, és széllel fejeződött be. Mi nagyon élveztük, köszönjük egyébként a Vitorlás Szövetségnek a idei rendezést is, hogy elindulhattunk. Volt az a tihanyi naplemente csütörtök este, amikor a mezőny 80%-a összetorlódott a cső környékén, az szerintem nagyon sokaknak beégett a retinájába, illetve az Instagram fotókon mindenki elmentette. A másik meg a szó, ami eszembe jutott, az, hogy izgalmas volt, és nem csak az abszolút befutó, ahol ugye az első 2 között 50 másodperc volt, és az utolsó pillanatban fordult meg a sorrend, hanem a 38 értékelési kategóriában óriási csatákat vívtak a versenyzők, és rengeteg helycsere és rengeteg taktikai csata volt, úgyhogy szép és izgalmas. Fejben nekünk ott egy ilyen óriási észjáték volt egymáshoz képest, hogy ki mit lép. Mindenkinek voltak gyönyörű pillanatai, az RSM-nek a Györöki csücsöknél például Keszthely felé. Nekünk szerintem a Siófoki pálya el, és az utána mondjuk Zánka vonaláig a kibontakozás, de mondjuk visszafele a Farkinak az északi parti kis felevickélése, tehát tényleg szép momentumai voltak a versenynek. De a 3 AC nyomta a gázt, amennyire lehetett, hogy hát ha kitart a célig, sajnos nem tartott ki. Pillanatot nem tudnék kiemelni, mert ez egy folyamat volt, tehát az egész folyamat egy nagyon komoly játék volt, nagyon jó volt, ilyen felkészült és nagyon ügyes, nagyon tapasztalt versenytársakkal viaskodni ott az elején. Réfülöbb magasságában talán akkor kaptuk meg ezt a frissebb szelet, tehát ami ilyen 10 csomó körüli volt, és abban egy elég komoly tempót tudtunk menni. Úgyhogy a cső előtt így sikerült végül is ugye beérni a fiúkat. Örülök annak, hogy 456 hajó teljesítette a kék szalag távját, és megvan az élmény, hogy a Balatonon körbeértek, és csak egészen kevés, nagyjából 10% adta fel a versenyt.
egy olyan kisrác, aki mindössze 9 esztendős, 2015-ben született. Hát igazából én nagyon nem tudtam sok mindenbe segíteni, mert ugye még kisebb vagyok, mint a többiek, de segítettem csörlőzni, kötelet is húztam, és segítettem elrakni az egyik vitorlát. A Porsche Hungáriák nagyon sok sporttal kapcsolatos együttműködése van. Én szeretném kiemelni azt a munkát, amit ti végeztek itt a Vitorlás Szövetségben, akár ezzel a sajtótájékoztatóval, vagy az előzővel. Azt gondolom, hogy sokan tanulhatnának a szakmában tőletek, úgyhogy nektek is nagyon szépen köszönjük. Pénteken az Audi Speech Challenge-re kerül sor, ez is most már mondhatom, hogy egy hagyományos esemény, tavaly óriási nézettséget kapott, hogy Ananuska felborult és orrá állt. Ez az egyik legnagyobb olyan közösségi esemény a város életében, amely meghatározza minden napjainkat. Vízi események mellett természetesen több parti programot szervezünk. Elismerünk itt a Kékszalagon már minden kategóriában, osztályban, csak éppen azt nem ismerjük el, ami a vitorlás társadalomnak egyébként annyira jellemző, az a bajtársiasság, az a fair play szellemében történő vitorlázás vagy cselekedet, amely egyébként jelen van, csak nem kerül eléggé spotlightba. Ez a hajó a Vate nevű hajó, és Gyenes Ákos, akik tehát az idei évben a KPMG Fair Play díját kapják Liptai Gabriellától. Egy nagy tapsot hadd kérjünk még egyszer Vörös Szabolcsnak, Paulin Ildikónak és Almási Zsoltnak, aki a díj nyertese. Kékszalag legjobb női kormányosa tehát a színpadon. Lemos György, az 56. Kékszalag legidősebb versenyzője. Hadd kérek a Lili Eliott csapatának, a legjobb női csapatnak az idei évben. A Kékszalag trófeája és a Litkei Bence emlékdíj. Az RSM! Az 56. Kékszalag Raiffeisen nagy díj abszolút győztese, a legnagyobb győztese az MLS Raiffeisen 50.